Könyv. Felmérés készült a magyar könyvtári szolgáltatásokról. A kutatás alapján a könyvtárak több mint 85% a be legalább egy újítást, valamint hajtott végre minimum egy fejlesztést a járványhelyzet kezdete óta. Vendégem a témában Rózsa David, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 2020 tavaszán, majd most 2021. januárjában végeztek felmérést. Nyilvánvalóan minden szférára hatása volt a járványhelyzet, de mit tapasztaltak, hogy a könyvtárak életére hogyan hatott, miben különbözött a két időszak? A könyvtáraknak ugye 2020 márciusában be kellett zárniuk a kapuikat március közepén és ez egy alapvetően új kihívás elé állította a könyvtárosokat is, a felhasználókat is, tehát a könyvtáraknak újjá kellett szervezniük a, a munkafolyamataikat is és el kellett gondolkodniuk azon is, hogy a szolgáltatásaikat milyen módon fogják tudni majd biztosítani a felhasználók számára, tehát az első számú feladat, az egyrészt a digitális átállás volt, a munkafolyamatokra való digitális átállás, a másik pedig az, hogy a könyvtárban zajló egyébként nagyon fontos, de talán kevésbé látványos háttérfeladatokat, hogyan tudják megszervezni a könyvtárak. Nálunk például az Országos Széchenyi könyvtárban viszonylag gyorsan, néhány nap alatt meg tudtuk szervezni azt, hogy az új munkarendben Tudjanak dolgozni a munkatársaink. Ugye említette a digitális szolgáltatást, most ez úgymond nagyon népszerű volt, ugye a járványhelyzet alatt sokan próbálták ezt kihasználni, hogy ellensúlyozzák a, a járvány által nehézségeket. Önöknél ez hogyan sikerült, ez a digitális átállás? A Nemzeti Könyvtár számára a világjárványtól függetlenül is az, hogy a digitális tartalmait minél szélesebb körben, és minél nagyobb tömegben, és minél jobb minőségben tegye közzé, ez egy alapvető feladat. A digitalizálás és a digitális szolgáltatás az egyébként is egy stratégiai cél. Akkor itt mire kell gondolni mondjuk a regisztrációra, hogy digitálisan is lehet most már regisztrálni, vagy ez pontosan ugye mit adott, milyen pluszt? Számos könyvtárban ezt is, ezt is most már megoldották, tehát több helyen lehet online regisztrálni, és ez egyébként is a legtöbb könyvtárban, városi könyvtárakban, megyei könyvtárakban, egyetemi könyvtárakban, szakkönyvtárakban eddig is megoldható volt, hogy az olvasók a különböző könyvtári igényeiket online felületeken jelezzék az előjegyzéseket is, nagyon sok helyen, a legtöbb helyen már lehet online környezetben végezni. Nyilván ezeknek a fokozottabb igénybevétele volt, volt megfigyelhető. A könyvházhoz szállítás az mennyire működött, vagy mennyire fejlődött, mert hát nyilvánvalóan eddig is létezett, de hogy, hogy most milyen többletet nyújtott? Nagyon sok könyvtárban ezt már tavaly a szal, illetve koranyáron el tudták kezdeni, de ennek a típusú szolgáltatásnak a felfutása, illetve a külső könyvátvételi pontoknak a megjelenése, ez most őszre tehető. És nagyon felemelő látni azt, egy Megható azt látni, hogy, hogy mekkora igény van ezekre a kulturális szolgáltatásokra, és felemelő azt látni, hogy, a, hogy, a, hogy az ország könyvtárosai a legkisebb települési könyvtáraktól a felsőoktatási könyvtárakig igyekeznek ezeknek az igényeknek elébe menni. A, a megyei hatókörű városi könyvtáraknak, a városi könyvtáraknak, a a 80%-a működtet valamilyen külső, tehát az épületen kívüli könyvátvételi pontot, és a házhozszállítás az nagyjából a, ezeknek a könyvtáraknak a felében jellemző, és a kisebb községi könyvtáraknak a kétharmada is működtet valamilyen könyv, külső könyvátvételi pontot, és, és az egyharmadukban ott is jellemző a házhozszállítás, ahol meg tudják oldani ott autóval, ahol arra van lehetőség ott biciklivel, ha, ha máshogy nem megy, akkor gyalog viszik házhoz a, a könyvtárosok a, a könyveket, jellemzően a, a, az idősebbeknek, a valamilyen akadályal élőknek az életét segítve így módon. Ugye ezek inkább technikai problémákra való reflektálások voltak, nagyon nagy sikerrel, de mi van azzal a részével, hogy a könyvtár azért az egy közösségi tér? Ezt mennyire sikerült ellensúlyozni? Ezt ilyen módon valójában nagyon nehéz ellensúlyozni, hiszen a, hiszen a könyvtárnak, minden könyvtárnak szelleme is van. Ahhoz, hogy könyvtárról beszéljünk, ahhoz, ahhoz kell egy rendezett gyűjtemény szükség van szakképzett könyvtárosokra, és szükség van olvasókra, és szükség van arra a folyamatos diskurzusra, amely könyvtárosok és, és olvasók, illetve az olvasók között is, hiszen a könyvtár közösségépítő hely zajlik, és ezt ilyen körülmények között valóban, valóban rendkívül nehéz pótolni lehet néhány szót váltani most is könyvtáros és olvasó között, de azért valóban egy, egy ablakkönyvtár, vagy egy küszöbb könyvtár, ahogyan ezeket, ezeket most hívjuk, nem ugyanaz, mint, a, mint a, mint a könyvtár helységében való működés, úgyhogy nyilván mindannyian nagyon várjuk azt, hogy, hogy ismét együtt lehessünk az olvasóinkkal a fizikai terekben. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és azért szerintem azt is nagyon fontos látni, és jó látni, hogy az olvasási kedv az viszont nem csökkent, hanem pont, hogy növekedett a pandémia alatt, úgyhogy ez egy biztató dolog. Ez így van, és erre, erre vonatkozóan egyéb adatokat is fogunk majd közölni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, is. hogy itt volt.